60 tonna liszt és rengeteg kenyér sorra érkeznek az adományok Böjte Csaba árváinak. Az akcióhoz a köztársasági elnök felesége Herceg Anita is csatlakozott. Tanítsd szeretett útján járó gyermekeidet! Kenyeráldással kezdődött a nagyszalontai római katolikus templomban megtartott szent mise. A magyarok kenyerét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke áldotta meg. Szól mindenek előtt az összefogásról, tehát hogy én is adok még egy zsákkal, te is adsz, és akkor úgy összekovácsolódunk egy nemzeti. Szól a szolidaritásról, hogy tényleg tegyünk valamit azokért, akik rászorultak, és itt határokon túl pedig a megmaradásról, hogy ugye, ahogy Böjte Csaba is mondta, magyar szóra váltjuk a lisztet. Herceg Anitát, a köztársasági elnök feleségét, személyes kapcsolatok is fűzik Böjte Csaba ferences szerzetes gyermekotthonaihoz, hiszen többször járt már ezekben az intézményekben. A támogatással a szociálisan rászoruló csonka vagy sok gyermekes magyar családok gyermekeiről gondoskodó otthonok mindennapi élelmezésén kívánnak enyhíteni. Azt látom, hogy a gyerekeket mint egy családban megpróbálják fölkészíteni az életre, amibe beletartozik az is, hogy kenyeret sütni, süteményt sütni tanítják őket, úgyhogy maguk használják fel ezeket az adományokat. A Kárpát-medencét átfogó kezdeményezés során mintegy 3000 gazda több mint 510 tonna búzát gyűjtött össze, amelyhez a határon túli területek 100, ezen belül Erdély 16 tonnával járul. A búzából őrölt 350 tonna liszt az otthonok számára jelentős anyagi segítség. Hogy tudnánk én fenntartani ekkora éhes szájú társaságot, hogyha nem volnának ilyen nagyszerű kezdeményezések? Tehát biztos, hogy az, hogy tehát ugye Erdélyben mi nagyon sok kenyeret fogyasztunk, és ha kenyér van, akkor minden van, tehát arra lehet kenni vajas kenyeret, meg zakuszkát, meg vinettét, meg lekvárt, meg mindenféle ízet, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagy-nagy ajándék számunkra. A lisztet több mint 120 karitatív szervezethez juttatták el, ami azt jelenti, hogy több tízezer gyermeknek tudtak segítséget nyújtani. Összefogja a teljes magyar nemzetet, hisz nagyon sokan, akik ebben a programban érdemileg, hisz nem űznek olyan tevékenységet, amivel ezt tudnák támogatni, egyéb más formában keresik a segítségnyújtásnak a lehetőségét, amit mi természetesen örömmel fogadunk. A közel fél évszázados múltra visszatekintő Gyermei Tisztagyár vezetősége 3 éve csatlakozott a nemes célú jótékonysági mozgalomhoz. Az idei évben 60 tonna búza érkezett be hozzánk, mi ezt megőröltük, és 60 tonna őrleményt is fogunk beszállítani, és emellett még egy 4-5 tonna tészta az, amit pluszban hozzátettünk ehhez a történethez, hát ez volt a mi hozzájárulásunk. A Párciumi Nagyszalontán az utolsó lisztadományozással befejeződött az idei Magyarok Kenyere program.